Jótékonysági futam is lesz idén a 31. alkalommal megrendezett Futafok nevű budafoki futóversenyen. Vendégeink Karsai Ferenc polgármester és egy budafoki olimpikon hosszú távfutó cseregáspár. Jó reggelt kívánok! Az, hogy 31 éve futnak Budafokon, az azt tükrözi, hogy egy általában is egy sportos kerületről van szó? Ezek az értékek fontosabbak az átlagosnál? Sokkal régebben futnak, mint 31 éve, csak a Futafokot rendezzük 31 éve, és egy komoly evolúción ment keresztül ez a verseny, egy ilyen testnevelő kollégák által. Mert hogy ön is testnevelő tanár. Igen, tehát egy ilyen kis kerületi versenyből egy 4143 nevező van az idén. Éjfélkor zártuk le a nevezést, egy ilyen nagy versenyén nőtte ki magát, és azt gondolom, hogy egyedi abból a szempontból, hogy igyekszünk testre szabni. Nem az indulók létszámában versenyzünk más nagy versenyekkel, hanem abban, hogy személyre szabottak a szolgáltatások, külön a korosztályok, külön váltók, és igyekszünk mindenben a résztvevőknek örömet szerezni, a futás örömét, és nem az a lényeg, hogy ki az első, hanem hogy mindenki jól érezze magát. Cseregáspár Budafok egyik büszkesége ezeknek a futóversenyeknek is az arca már egy ideje, mert hogy most már olimpikon hosszú távfutó, sőt a riói olimpián is szép eredménnyel szerepelt. A Futafok gyerekkorában mit jelentett? Hát ez rész egy mérföldkő volt az életemben. Én 7 éves korom óta futok ott, és mindig nagyon készültem rá, ugyanis szinte mindig dobogós helyezést értem el. Azt hiszem 5-ször nyertem a Futafokon, és mindig nagyon készültem rá. Jött ugye a tanévkezdés, és már a suliban arról beszéltünk, hogy na, ki hogy készül. Ez egy nagy presztízs kérdés volt, hogy ki nyeri majd a Futafokon. És ez is vitt előre, tehát ez megerősített abban, hogy csináljam az élsportolást. És mikor jött el az a pont, amikor már nem volt ildomos indulni, hogy ne vigye el a lehetőséget az amatőrfutók elől? Hát egy érettségi előtt indultam utoljára, azóta inkább így díszvendégként vagyok jelen, mert azért ez inkább egy szabadidősport rendezvény, tényleg a részvétel a lényeg, természetesen a kicsiknek egy nagyon jó verseny is. Én így valahogy kinőttem, de szívesen adom hozzá a nevem, mert sokat köszönhetek is a Futafoknak, és ez tényleg egy nagyon jó baráti, családias rendezvény. Testnevelő tanárként ezt az iskolába is mindig bevittek kvázi ezt a versenyt? Tehát, hogy biztatta a diákokat, hogy ezen Budafokinak indulni illik, vagy érdemes? Ez a lényeg minden Budafok tétényinek, és most, hogy Gazsi elmondta, hogy neki ez fontos, akkor jelezném, hogy az a kerületünk egyik jelmondata, hogy mindenki fontos. Ezt azzal is demonstráljuk, hogy névre szóló rajtszámot kap minden induló. A legkisebb egyébként épp hogy elmúlt 2 éves, a legidősebb pedig 75 múlt. És ez itt Gazsi rajtszáma, amit itt szeretnék átadni neki, amint szerepel a neve is. Úgyhogy szeretettel várunk egy jelképes futásra. Mit jelent az, hogy jelképes futás? Hát, hogy nyilván nem az eredményre fogok futni, hanem csak úgy végigfutom ezt a talán 3200 méteres távot jelenlétemben. De ha jól tudom, akkor Rio óta egy sérülésből is gyógyulásban van éppen. Így van, akkor igen, most lehet ezzel futni egyáltalán? Hát ilyen kis rövid távokat lehet vele, de azért figyelni kell még a lábamra. Jótékonysági futam is lesz idén, ez talán újdonság. Miről van szó? Minden évben a szervezők, akiknek ezúton is szeretném megköszönni ezt a hatalmas munkát, amit belefektetnek. Szóval a szervezők minden évben kitalálnak egy újdonságot. Most a kerületi vállalkozások, akikkel kiemelten foglalkozunk, ez egy fontos projekt az önkormányzaton belül, számára indítunk egy jótékonysági futamot. Egyébként az a jelmondat is megjelent, hogy ez egy összkerületi csapatépítés, tehát a kerületi vállalkozások fontos részei az életünknek, nem csak sportolhatnak, hanem jótékonykodhatnak. A kerületi védőnői szolgálat számára ajánlották föl az általuk vállalt nevezési összeget, amiből az ő céljaikat támogatjuk. Konkrétan milyen célokról van szó? Ha jól emlékszem, akkor egy újraélesztéshez szükséges babát fognak kapni ebből az összegből. Nyilván ez azért nem fogja teljes mértékben fedezni, hogy valószínűleg nem, de hozzájárul. És ami még lényeges, hogy az összes nevező intézményként visszakapja a nevezési díjat. Tehát a kerületi óvodák, iskolák, amit a egyének, a szülők
gyerekek befizetnek, azt vissza fogják kapni sportszer formájában. És Gáspár, mit tanácsolna azoknak, akik lehet, hogy most először indulnak ilyen hosszú távú versenyen? Persze ez a táv ez sehol nincs a maratonhoz képest, de azért biztos sokaknak ez is sok. Milyen stratégiát érdemes követni? Hát azoknak a gyerekeknek, akik úgy esélyesként mennek oda, azoknak egy nagyon jó versenyt kívánok, tényleg, mert azért itt olyan élményeket lehet szerezni, ami akár az olimpiáig is elviszi az embert, és aki meg csak a mozgás szeretetéért fut, azoknak egy kellemes szórakozást kívánok, melegítsenek be jól, hogy azért végigbírják futni, és ne adják fel, hogyha gondok akarnak. És hogy osszák be az energiáikat ezen a távon? Hát óvatosan kell kezdeni, és biztos jönnek fáradási pontok, de le kell küzdeni. Ez egy szép sportág, mert itt a küzdelmet, a kitartást lehet gyakorolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.